Szeretettel köszöntök minden kedves vendéget, meghívott jelenlévőt. Engedjék meg, hogy kifejezzem nagyon nagy boldogságot és örömmel, hogy jelen lehetek ezen a mai napon. Nagyon-nagyon-nagyon fontos és nagyon nagy nap ez a mai nap. Úgy gondolom, hogy Káli professzorral külön szeretném köszönteni és kedves feleségét, hiszen egy olyan állam válik most valóra a mai napval, amire azt gondolom, hogy korábban még gondolni sem mertünk. Ez a nagymértékű felajánlás és ez a sok-sok támogatás, amit korábban is megtapasztalhatunk professzor úrtól, úgy a város, mint a gimnázium folyamatosan. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy köszönettel és hálával tartozunk azoknak önnek is, és azoknak a diákoknak, volt diákoknak, akik mindig visszagondolnak a Szorosházi Bácsi Gimnáziumra, és segítik annak munkáját. Én nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni professzor úrnak, kedves feleségének ezt a felajánlást, ezt a lehetőséget, mert azt gondolom, hogy ez a csoda, ami most itt valóra válik, amit még én mondom, és csak úgy hallomásból hallottam és látni még nem láttam, de azt gondolom, hogy aki ezt meg fogja tapasztalni, az soha nem fogja elfelejteni. Úgy gondolom, hogy sok-sok város és sok-sok iskola érintkezéssel fogja majd ezt hallani és látni, hogy itt ilyen lehetőségek vannak. Erre büszke Orosháza, büszkék vagyunk mi, és büszkék vagyunk professzorról. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Külön tisztelettel köszöntöm Káli Nagy Géza professzor urat. Tisztelettel köszönöm a meghívást. Örömmel fogadtam el. 2011. augusztusában kormány megbízóként részt vettem azon az emlékezetes, a város és a gimnázium történetében mérföldkövet jelentő tanítító ünnepségen, amikor egy új önkormányzati fenntartási intézményrendszer kezdte meg működését általános iskolától a gimnáziumig. Az iskola neve akkor Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetséggondozó Központ. A gimnázium kimagasló tehetséggondozó munkája elismerésén 2011-ben a Szegedi Tudományegyetem bázisiskolájává, majd Békés megyei rezidens iskolájává vált. Az egyetemmel közösen tehetségprogram kezdte meg működését. A felsőoktatással együttműködő rezidens iskola új minőséget, új lehetőséget, új inspirációkat adott Orosháza oktatási rendszerében. Táncsics Gimnázium a település, sőt a dél-alföldi régió tehetségközpontja. 2011-ben a tanévnyitó ünnepségen elmondtam, hogy a megye legsokoldalú oktatási központja lesz a Táncsics, amely a világváltozásaira megfelelő választ ad. Az elmúlt 11 évben is figyelemmel kísértem, nyomon követtem az iskola működését. A világ azóta sokat változott, az intézmény neve is fenntartó. Igazabbat, a Táncsics a világ változásaira megfelelő, minőségi választ tudott adni. Békés megye oktatásának kulcs szereplőjévé vált, névadójához méltó szellemi, pedagógiai műhely, magas minőséget képviselő, nevelő, oktató iskola, értékteremtő és kultúrateremtő intézmény. Sikeresen, hatékonyan vállalta fel tehetséggondozó szerepét. Olyan középiskola, amely emeli Orosháza és a megye hírnevét tehetséges tanulóinak eredményessége a városon, a megyén túl. Nyitott, észszerű változásra, mindig megújulásra képes. Küldetése olyan egyetemes és nemzeti értékek, kulturális tartalmak közvetítése, amely tanulóiból általánosan művelt, hivatását szerető, azt magas szinten művelő nemzedéket. Tudomásom van róla, hogy 2018-ban az egyetemmel történő együttműködés megnyílt. Az új, négyoldalú megállapodás a Szegedi Tudományegyetem, Orosháza város önkormányzata, a Békéscsabai Tankerületi Központ és a gimnázium között jött. Minden együttműködő partner számára stratégiai kérdés az eredményes alapfokú és középfokú köznevelési rendszer. A személyre szabott tehetséggondozás, sikeres pályorientáció, pályaválasztás és a pedagógusok utánpótlásának biztosítása. A felek a régi oktatási hálózatának építésére vállalkoznak, a köznevelési rendszer, a
és a felsőoktatás összekapcsolását tesz. Ugyanakkor a megalapodás lehetőséget biztosít a pedagógus hiány és a területi hátrányok enyhítésére és a minőségi oktatás megvalósítására. A gimnázium tehetségoldozó programjának pillérei az óvodától a diplomáig, az óvodától a munkavilágáig, a nyitott iskola tanuló társadalom fő program. A gimnázium által elindított úgynevezett tehetséghíd. A programba bekapcsolódtak a város általános iskola is. A kezdeményezés célja a tehetséges diákok felkutatása és egyénre szabott tehetséggondozási programok működtetése. Az új természettudományos műhely átadása szintén egy újabb mérföldkő, rendhagyó ünnep, a tudomány ünnep az iskola, a város, sőt, a megye, a délalföldi régió számára is. A természettudományos műhely munka. Kutatómunka kiválóan kapcsolódik az intézmény rezidens központi szerepköréhez, értékes, tehetséggondozó tevékenységéhez. Az egyetem és a Táncsics Gimnázium példaértékű szakmai kapcsolatát jelzi, hogy a Tudományegyetem szenátora, dr. Kálina Géza, aki Orosháza díszpolgára és mindként intézmény egykori diákja, felajánlásának köszönhetően 100 millió forint értékben természettudományos tehetséggondozó műhely jött létre a Táncsicsban. A magam nevében is nagy tisztelettel megköszönöm professzor úr támogatását, társadalmi felelősségvállalását. Reméljük, a Károly Laboratórium sok tehetséges fiatalt fog vonzani természettudományos kutatási területekre. Érdeklődésük, tudásuk sokrétűen kibontakozik, formálódik, amely hosszú távon nemzetünk használva lesz. Új egyedi lehetőség az intézmények közötti hálózati együttműködésre, az óvodától a felsőoktatásig. Tisztelettel megköszönöm a Táncsics Gimnázium intézményvezetőjének, vezetőségének, pedagógusának, kimagasló nevelő, oktató munkájukat, további eredményes tehetségfelismerést, tehetséggondozást kívánok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nem vagyok egy könnyen zavarba hozható típus, de amikor ilyen fontos és híres emberek előtt kell nyilvánosan beszélni, egyszerűen, mint gimnazista koromban, mindig lámpalázas vagyok. Úgyhogy már a megszólításnál gondba kerültem, hogy mit fogalmazzak meg, hiszen annyi fontos ember ülik velem szemben, hogy nehogy diszonáns érzéseket keltsek bárkiben is. Nos, név szerint úgy döntöttem kizárólag az iskola igazgatóját, ennek az ünnepélyes eseménynek a házigazdáját fogom név szerint megemlíteni. Egy másik vallomás, amivel tartozom, az én koromban már sajnos az ember elfelejt bizonyos dolgokat, éppen ezért papírra vetettem néhány gondolatot, hogy értem, hogy kimaradjon a beszédemből. Kedves mindannyiatok, kedves János! Egy furcsa és rendkívül szokatlan esemény történt 1987. júniusában az orosházi Táncsics Gimnázium udvarán tartott évzáró ünnepségen. Megjelent ugyanis egy közel 20 éve Amerikában élő orvos, és személyesen adta át az első Káli biológiai tehetségtámogató díjat. A himnusz helyett akkor még az Internacionálét énekeltük. Az elmúlt 3,5 évtizedben ez a díj lett az iskola egyik legrégibb és legrangosabb tehetségtámogató elismerése. Mindig örömömre szolgál, mikor a nyerteseknek személyesen adhatom át a díjakat. Ahogy fogytak a kiosztott bronz plakettek, úgy szaporodtak a kitüntetettek fényképei az iskola archívumában. Tavaly ősszel Daró János igazgató úr
azzal a javaslattal keresett meg, hogy ideje lenne egy úgynevezett dicsőségfalat létrehozni az eddig kitüntetett diákoknak. Felmentünk a második emeletre, a biológiai szertár előtti folyosóra, ahol előadta ötleteit, és a tervezett fallal kapcsolatban a következőket mondta. Jó lenne egy üvegajtót is ide tenni valahova, hogy lezárjuk ezt a részt, és vannak elképzeléseim egy új káli labor létrehozásával kapcsolatban is. Mire gondoltál, János? Kérdeztem. Szó-szót követett, a részleteket megbeszéltük, a többi történelem, amit mindannyian hamarosan látni fogunk. 6 hónap alatt az általam biztosított forrásokból közösen felépítettük az ország legjobban felszerelt középiskolai természettudományos tehetségműhelyét. Ebben elévülhetetlen érdemei vannak az iskola tanári karának, a diákoknak, a kivitelezőknek, a beszerzéseket koordináló kollégáknak, akik részéről soha nem látott lelkesedést és kreativitást tapasztaltam. Magasabb színvonalon folytatódhat tehát az együttműködés a Szegedi Tudományegyetemmel, melynek gimnáziumunk, mint elhangzott, rezidens iskolája, és mint elhangzott mindkettő az alma máterem. Így most engedjétek meg, hogy ünnepi beszédemet egy mélyen szántó gondolattal zárjon. Aminek ma szemtanúi lehetünk, abban a múlt és a jelen ötvöződik, amit a jövő nemzedéke iránti elkötelezettségünk vezérel. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én is itt érettségiztem ebbe az iskolában 1975-ben. Kiváló osztályfőnököm, dr. Körmendi János így nyitott el anno akkor bennünket gyerkőcök. Mindig eljön az a pillanat az életetekben, amikor kinyílik az ajtó és feltárulkozik a jövő. Léphetek be ezen az ajtón, határozott céllal, tudatossággal, így csináljátok meg, amit szeretnétek az életben elérni. Most ismételten kinyílt egy ajtó, Káli professzor úr jó voltából. Nem is pontos, hiszen az ajtó már 35 évvel ezelőtt kinyílt. A Káli tanulmányi alapítványok az iskola legösszetettebb, legsokoldalúbb alapítványa, amely az élettudományok, a magyar nyelv, az anyanyelv és az angol nyelv tekintetében hivatott elismerni az arra érdemesülteket, de hivatott elismerni és támogatni a felkészítő tanárokat is. Tehát ez egy rendkívül komplex díj és alapítvány. Jogos a kérdés, ezt kérdezték tőlem is a sajtó jelenlévő képviselői, hogy mit jelent, mit ad az iskolának ez az óriási lehetőség. Hát a válasz roppant egyszerű és roppant nehéz is egyebek között. Az biztos, hogy az iskolának ez egy csodálatos hardware. De a szoftver, maga az iskola, az iskolában dolgozó pedagógusok, az iskolában tanuló tehetséget, céllal bíró tanulók, és az iskola mindig olyan partneri körben képzelt el és tudta megvalósítani eredményes oktató-nevelő munkáját, amelyet most a Szegedi Tudományegyetemmel építünk,
amelyet Borosága város önkormányzatában az oktatási kerekasztal és tehetségprogram keretében építünk, és amellyel ugyancsak fenntartunk a Békéscsabai tankerületi központtal folyamatosan építünk. Az iskola mindig is tisztában volt társadalmi küldetésével, hiszen az oktatás társadalom tudás és műveltségtőke megújulásának elsődleges szintere. Az oktatás az hozzájárul társadalmi versenyképesség, a gazdasági versenyképesség és az inkluzív társadalmi fejlődéshez is. Ez nagyon-nagyon fontos. Mi elkötelezettek vagyunk itt a végeken, ha úgy tetszik, egy középvárosban, hiszen a magyar oktatási rendszer és a magyar települési rendszer vázát ilyen települések alkotják, tehát nagyon fontos, hogy ezek a települések társadalmi küldetésüket be tudják tölteni. De mint hangsúlyozom, ez csak partnerségben. Ezért is nagyon köszönöm a Szegedi Egyetemnek, köszönöm a város vezetőségének, tankerületi központnak azt az együttműködést, amely organikus fejlődésre képes arra, hogy a kihívásokra releváns válaszokat tudjunk adni. Mi ebben gondolkodunk, ezt a csodálatos tehetséggondozó műhelyt, amit professzor úr ajándékozott, nem csak magunknak szánunk természetesen, hiszen a tehetségi programban óvoda, általános iskola, középiskola, egyetem ívben gondolkodva mi részt kívánunk venni abban a munkában, aminek célja, hogy Békés megye gazdasági felvirágzását még gyorsabbá tegyük, elindulunk azon az úton, és kiaknázunk azt a lehetőséget, amit a kormányzat most biztosít, hiszen az Airbusszal, valamint Kardos úton, ugye a új energetikai beruházással, a hidrogénpontó üzemen keresztül két olyan KF üzemszektor jön létre, ami támaszkodni fog a kiművelt emberfőkre. Nagyon fontos számunkra az, hogy Orosháza Békés megye lakossága ne csökkenjen, hanem a fiatalok itt helyben megtalálják a számításukat, boldogulni tudjanak. Mi ezért dolgozunk, ez az iskola társadalmi küldetése, és ezt vállaljuk, és ehhez kaptunk egy olyan lehetőséget, amivel nagyon komolyan élni szeretnénk és építkezni tovább, hogy valóban azok a tehetségek, akik itt akasztottak formájában jelen vannak, idézőjelben természetesen, és ugyancsak van jelen lesznek a biológia labor dicsőségfalán is, egyre bővüljenek iskola, Orosháza, megye és saját dicsőségükre. Professzor úr, nagyon köszönjük, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Neki köszönhetem, úgy gondolom, ezt a díjat is, valamint a fogorvosi továbbtanulásnak is nagy szerepe volt neki. Ő ugye felkészített biológiai versenyekre, és ennek eredményeképpen nyerhettem el ezt a kitüntetést professzor úrtól, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. És nem csak egy kitüntetést jelentett össze számomra, hanem egy biztatást is. Köszöntöm Önöket a Szegedi Tudományi Egyetem nevében.
Nagyon nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy én képviselhetem az egyetememet. A Szegedi Tudományi Egyetem és a Táncsics Mihály Gimnáziumnak a kapcsolata, mondhatom azt, hogy több mint 10 évre vetíthető vissza, hiszen az első együttműködési megállapodás azért több mint 10 évvel ezelőtt megkötetett. Az elmúlt időszak nagyon gyümölcsöző volt, tehát elmondhatom, hogy évről évre, időről időre egyre szebb eredményeket tudtunk felmutatni ennek az együttműködésnek a keretében. Ugyanakkor viszont hadd beszéljek egy kicsit haza is. Az elmúlt években azt gondolom, hogy nagyon sok szép eredményt és nagyon sok olyan tehetséggondozó programot tudtunk elindítani a Tehetség Híd program keretében, amelyek azt mondhatjuk, hogy a jövőre nézve nagyon komoly értéket és alapot teremtenek a régió tehetséggondozása terén. Nagyon fontosnak tartom, hogy a tehetségforgalma, a Tehetség Híd program keretében, ahogy az előigazgatóról is hallhattuk, tulajdonképpen az óvodától az egyetemig, óvodától a munkaerőpiacig gondozzuk a tehetségeket, nagyon fontos, hogy figyelünk rájuk, támogatjuk őket, segítünk őket abban, mint egy misszióként, hogy az érdeklődésüknek, kvalitásaiknak, tehetségének megfelelően tudjanak pályát választani. Azt gondolom, hogy napjaimban ez nagyon fontos feladat és nagyon fontos célkitűzés és felelősség számunkra, hogy egészen kisfortól kezdve általános iskolán, középiskolán végigvezetve az egyetemig tudjuk mentorálni a gyermekeket, diákokat és később az egyetemi hallgatókat. Azt gondolom, hogy a rezidens iskolával együtt, a Táncsics Mihály gimnáziummal együtt ez eddig nagyon szépen eredményesen tudtuk megvalósítani. A gimnázium kiváló eredményeket ért el a tehetségek azonosítása terén, később pedig a tehetségeknek a mentorálásában, a támogatásában, a tehetséggondozásban. Ezúton is köszönöm igazgatónak. A tehetséggondozásban a mai napunk tulajdonképpen a többi beszédben is elhangzott már mérföldkövet jelent. Azt gondolom, hogy meghatározó tényező a természettudományos területen egy ilyen tehetségműhelynek az elindítása, mely tulajdonképpen Nagy Kári Géza professzor úr megálmodott tervének eredményeként mondhatjuk azt, hogy nagyon sok tehetséget fog a jövőben elindítani. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a tehetségek, akik ebből a műhelyből kikerülnek, majd a jövő generációjának szakembereként, tudósaiként vissza fognak utalni erre a műhelyre. Azt fogják majd mondani, hogy ebből a műhelyből indultunk el, építkeztünk, ez adta az alapokat. Azt gondolom, hogy ennél szebb célkitűzés és ennél szebb terv és álom talán nem is képzelhető el. Nagyon fontos az, hogy ezeknek a személyeknek professzor úr majd példaképe lesz. Nagyon fontos, hogy ezek a természettudományos területen elindult tanulók, tehetségek a későbbiekben szeretnének majd hasonlóan eredményes pályát befutni. Azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ebben mi segítő kezet, támogatást tudjunk nyújtani, tekintve, hogy professzornak az életútja is tulajdonképpen egy hasonló életpályát követett, összekapcsolva a Táncsics Mihály Gimnáziumot és a Szegedi Egyetemet, hiszen a gimnázium évei eltöltése, elvégzése után tulajdonképpen az orvosi tanulmányát a Szegedi Egyetemen folytatta. Amit nagyon fontosnak tartok, hogy a tehetséggondozás terén, amikor professzor úr visszautalt és visszakapcsolódott az alma mátereihez, akkor a gimnáziumhoz kapcsolódóan a tehetségműhelyt megalakította, és amit számunkra nagyon megtisztelő és nagyon örömteli, az az, hogy rektor úr felkérését elfogadva a jövőben a tehetséggondozó tanácsuk tagjaink tisztelhetjük professzor úr. Nagyon szépen köszönjük ezúton is. A jövőre nézve szeretném mindenkinek megköszönni, aki ebben a műhelyben részt vesz és támogatja a tehetségeket és elindítja a Szegedi Tudományi Egyetem és a felsőoktatás felé ezeket a hallgatókat. Nagyon fontos számunkra, hogy olyan hallgatókat tudjunk fogadni, akikkel már kapcsolatunk van a program keretében, a rezidens program keretében, már hozzánk is kötődnek, már nem idegen számukra a felsőoktatás, át tudjuk őket vezetni, nem egy veszélyes, tulajdonképpen ismeretlen világba tudjuk őket bevezetni. Ebben nagyon nagy támogatást kapunk a gimnáziumtól, amit ezúton is köszönünk. Iskola oktatóinak és a diákjainak, akire jövőre nézve kívánom, hogy nagyon-nagyon komoly és eredményes munkát tudjanak végezni ezen tehetségműhely keretében, és várjuk a tehetséges hallgatókat a Szegedi Tudományi Egyetemen sok szeretettel. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!
Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy megosztatok néhány gondolatot. Kedves professzor úr, kedves közvető, tisztelt vendégek! Jó magam is táncsista voltam, ahogy hallották, és ez egy külön öröm, hogy most itt az Alma Materben egy olyan labor felakatására került sor, amely értéket terem. És talán ezt szeretném a legjobban kiemelni, az értékteremtést. Akik ismernek, azok tudják, hogy nem igazán a tehetségben, hanem inkább a kemény munkában hiszek, hiszen a kemény munka és az elhivatottság teremt értéket. De az iskolateremtő dolga, hogy biztosítsák a hátteret ehhez. És most itt ez történik. Ezek az emberek itt a jövő tehetségének lehetőséget teremtenek arra, hogy keményen dolgozhassanak, és értéket teremtsenek, értékes emberekké váljanak. Ezért hálás vagyok, és köszönetet szeretném kifejezni a régi és jelenlegi táncsisták nevében, és köszönet önző módon mind három nemzetközi kutatócsoport és egy kutatóintézet vezetőjeként azért, hogy a jövő generációt megteremtitek nekünk, és amitől a jövő kutatóit építhetjük. Bizton állíthatom, mert számos alkalommal bizonyította ez a gimnázium az elmúlt években, hogy olyan gyerekek olyan tudással jönnek hozzánk, akikre lehet építeni és értéket teremtenek. És az itt megnyíló labor, és laborral ez most nagyon jelentősen gyorsítást kap. Szintén fontos kiemelni, hogy a gimnázium eddigi nagyon komoly erőfeszítései és a jelen fejlesztés és komoly stratégia alapot jelent a hát talán Nobel-Szeged vagy Szentgyörgyi programnak nevezett program, ami országos tehetséggondozó programán nőtte ki magát. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint éppen a saját személyes tapasztalatom nemrégiben megjelent kutatásunk, amely a világ legrangosabb tudományos folyóiratában jelent meg, és egy nagyon-nagyon erős közreműködése egy ebből a programból kikerült gyermek. Sok szeretettel gratulálok jó magam, Szegedi Biológiai Kutatóintézet nevében, és még egyszer nagyon szépen köszönöm a Táncsis Istent.